én vagyok, illetve az én generációm volt az első a trianoni sok után. Na most különösen vonatkozik ez az én családomra, apám ott Kolozsvárott volt, a Ferenc József Tudományi Egyetemen professzor. És ugye a békekötés úgy döntött, hogy a Ferenc József Tudományi Egyetem átmegy Szegedre. Tehát ők is repatriáltak. Én így beleszülettem egy olyan városba, amelyiknek akkor kezdődik modern történelme. Én alapjaimat a családtól kaptam, nagyon mély katolikus nevelést, olyan kulturális, intellektuális közeggel vett körül bennünket gyerekeket, 10 voltunk testvérek, amely nagyon meghatározta a fejlődésünket. Voltunk, vagy 10 egyetemisták, és volt 200 lakásunk, képzelj el. Ilyen elmenekült katolikusok adtak, nyugat-amerikai, adták nekünk, és ott bújtattunk. És volt egy autónk, aminek egy zsidó egyetemi hallgató volt a sofőrje, így dekkolt, és akkor mentünk lakásról lakásra élelmet vinni, vagy egyáltalán szegényeket értesíteni a helyzetről, hát ők nem jöttek ki. És az autót Angelo Rottától kaptuk. Na ezt csak úgy mondom. Ez igaz, kedves dolog. Volt bennünk félelem. Az én félni 45 után tanultam. Azt mondta nekem Vika Károly, hogy nem tudják még a magyar művészet történetet sem tisztességesen megírni, mert úgy látszik, hogy maguk nem utazhatnak. Márpedig, ha nem látják, akkor a kinti dolgokat, akkor még analógiájuk sem lesz az adott dolog. És akkor elhatároztam, hogy én olyan témát választok, vagy szakot választok a művészet történeten belül, amit reprodukciókról is azonos jósággal tudok, ez az ikonográfia. Ledoktoráltam művészettörténet, esztétika, középkori régészet, és akkor a Szépművészeti Múzeumban kerültem 1948-ban. Ez a változás egy dolgot kihozott belőlünk. Életbe kell maradni. Csak úgy szabad volt velük dolgozni, hogyha az ember megvallja. Rólam tudták, én járhattam a templomba. Egy lengyel-magyar kapcsolatok 1000 évét fel kellene dolgozni, és engem bíztak meg. Volt egy történész is, de voltam én. A kiállítás a Bavelben és Budán. És akkor a Bavel nem kell volna, hogy akkor ki volt ott a érsek. Csak akkor nem János Pálnak hívták, hanem Vojtillának, ugye? Olyan volt, amilyen pápának volt. Püspökként is lelkipásztor volt. Ez szent ember volt, tetszik tudni? Az az ember olyan volt, mint a legegyszerűbb papok egyike. Csak mérhetetlenül nagyobb hatalma volt, de nem a hatalom sugárzott belőle. És akkor elkezdődött a tárgyalás a Vatikán és a Magyar Állam között. Akkor a Katolikus Egyház határozott kérésére engem bíztak meg az Egyházi Gyűjtemények Szakértői Bizottságának vezetésével. Az én generációm igazi erénye, az a prudencia, az okosság volt. Tudja, hogy ez milyen veszélyes erény. Egy szakadék fölött egy kötélen megy, és csak egy kicsit lép jobbra vagy balra, lezuhan. Az egyikben az egyik eltérés az az életébe kerül, a másik eltérés a lelkébe kerül. Tehát vagy lecsatlakozom, vagy belealok, ha nem vagyok elég okos.